Napsütés, kánikula, strand, homok. Minden adva volt ahhoz, hogy a 12. sóstói strandfoszi fesztiválon tökéletes legyen a hangulat. A szervezők mindent megtettek azért, hogy a hőségriadó ellenére a lehető legkomfortosabb körülményeket teremtsék meg a játékosok számára. Csütörtök délelőtt a 4 női csapat minitornájával indult a rendezvény, majd délután elkezdődtek a férfiak csoportmeccsei. A 32 együttes 4 megyéből érkezett, de volt budapesti és határon túli résztvevő is a mezőnyben. A meccseken nem csak a hőség miatt voltak forró pillanatok, de végig sportszerű hangulatban futballoztak a tűzforró homokon a játékosok. Ez a 4 nap ez fantasztikus volt, hiszen az idő is csodálatos volt, végig óriási tömeg vette körül minden egyes alkalommal a pályákat, és ezek a csapatok, akik most ide eljöttek, ezek olyan csapatok, akik gyakran visszajárnak hozzánk, hiszen a 80%-a általában mindig itt van ezen a tornán, és igazán sportszerű találkozók voltak, szerencsére nem volt komolyabb sérülés. Hát a strandfociban mindig van egy-két bütyök feltörés, de egyébként semmi olyan komoly sérülés nem volt. Fantasztikus küzdelmek voltak, és számunkra az a leglényegesebb dolog azon túl, hogy jó sikerült a torna, hogy már is Matavojszki vezérigazgató úr a 13-hoz is hozzájárult, úgyhogy gyakorlatilag lesz 13. strandfoci fesztiválunk is. A főszervező szerint nem csak a csapatok létszáma, hanem a játék színvonala is nőtt az elmúlt bő egy évtizedben. 6 csapattal kezdtük ezt a játékot, és akkor még majdnem, hogy azt kellett mondani, hogy kézenfogva kellett bevezetni a csapatokat erre a tornára, és most már nagyon megtanulták, és bejárják az egész országot is, viszik a nyíregyházi strandfocinak is a hírét, és most már az, hogy nemzetközi a torna, ez óriási. Itt egy igazi érdekes példa az, hogy a Szori csapata, Almás Szori csapata Szlovákiából érkezett hozzánk, most már 3. éve, és ők annyira nem tudták ezt a játékot, hogy majdnem, hogy azt kellett megmutatni, hogy pontosan a pálya hol tartózkodik. Hát mit ad Isten, rögtön az első csoportkörből fantasztikus játékkal, igazán komoly akciókat vezetve tovább is jutottak. Tehát ez azt jelenti, hogy sokat tanulnak, fejlődnek a csapatok, és nem véletlenül az, hogy egy hét alatt beszokott elni ez a tornának a létszáma. A tornát a nőknél a Nyírség FC csapata nyerte. A férfiaknál az újfehértói MB Kandalló végzett az élen a nyíregyházi Lusi Autókozmetika előtt. A 3. helyet a Rómeó Vác gárdája szerezte meg, a 4. helyen a nyíregyházi Horzolbau Kft. Zárta a tornát. A gólkirály a váci Krasjánszki Martin lett. A legjobb kapusnak a korzolos Pécsi Viktort, a legtechnikásabb játékosnak a Rusi Autókozmetikában játszó Balázsi Pétert, a legjobb játékosnak pedig az MB Kandallót erősítő Seres Konrádot választották meg a szakemberek.